wanna jump on the wave. When you hit a piece of it, you wanna jump on this. Can't take that, no it ain't safe. I'm thumping face before I thump fist. Then when I cast, come back I miss. Run into my balls, now I'm in a piss. Sziasztok, üdvözöltétek, és Sanya vagyok, ez pedig a Train Manic Simulator 2017 második epizódja. A vasárnapra ígértem egy live-ot, de az sajnos elmaradt, mert nagyon rosszul voltam, ezáltal nem tudtam felvenni semmit, illetve nem tudtam streamelni, de azért nem hagylak titeket játék nélkül, úgyhogy folytassuk a következő epizóddal. Jó kis betöltő képernyőben, tetszik. Jó, na akkor ott jártunk, hogy nem is tudom, hanyadik feladat. Ja, úgyhogy megcsináltuk az ötöst, akkor jöhet a hatos feladat. Na azt mondja, a mozdony egy sínen fekve tájra futott, meg kell javítani a sérült tengelyt az első forgóvázon. Fekvő tájra futott, akkor most bejön, vagy nekünk el kell menni érte? Bejön. Úgy tűnik, hogy a fékrendszer meghibásodott meg... Mi? Igen. Keresd meg a hibát, javítsd ki, bevétel $500. Jó, fékrendszer. Azt nem ír, hogy első vagy hátsó. Mindjárt megkeressük. Itt látszik, már a tengellyel van probléma, de meg is vizsgálhatjuk. Így van. Ja, azt nem néztem, hogy... Ja, így van, csak egy darab dolog szükséges javítása. Na, ennek a szétszereléséhez szét kell szedni egy-két dolgot, úgy látom. Mert ami pirosan villog, azt le kell szedni. Na, kicsit menjünk közel a kamerával, és akkor szedjük is lefele. Jó, azt mondja, hogy egy tengelyhez elég sok mindent le kell venni. Levettük most azt az alkatrészt, nem tudom mi volt a neve, itt egy féknyereg. Azaz, hogy a féknyereget le tudjam venni, ahhoz le kell szedni semmit. Ezt az egy csavar, jó. Másik, gondolom ugyanaz. Milyen kis light zene. Na és akkor még le kell szedni a hajtóművet, azt már múlt részben szedtünk le. Jöhet a hajtómű, jöhet a keréktengely, ahhoz meg le kell szedni a csapágyházat, ahhoz pedig a lengés csillapító csapágyat. Na így legalább megismerem a vonatoknak az összetételét, hogy hogy kell vonatot felépíteni, meg szétbontani is. Na elméletileg ezen az oldalt leszedtünk mindent, ugye? Jöhetünk a másik oldalra. Jó, megvártam, hogy átdobjon a kamera. Nem tudom, mennyi összegem van most, de majd mindjárt megnézzük. Rámentem a mechanikus javításra, de lehet most már a gyors csavarozásra is rá lehetne menni. És akkor van mennyivel gyorsabban lenne a szétszedése. Na nézzük meg. Ez inkább mechanikus eszköz, úgyhogy nézzük meg a javítását. 100% az esélye, akkor azt természetesen itt fogjuk megjavítani. Elég furcsa lett itt a... Az komoly! Kicsit furcsa karakterek voltak, na mindegy. Tapasztalatról rájöntük az igenre. Megtudtuk, hogy ez egy keréktengely. Na, kész a megjavított. Akkor most egy költséget, semmilyen költséget nem használtunk fel. Nem is azt raktam. Mindegy, és nem azt akartam először rakni, de mindegy. Ha most az jött, akkor az innen, ezzel az oldalról is nem. De kell jönni. Jó, kiválasszuk mindegy melyiket. Visszarakjuk a lengés csillapítót. Jöhet a hajtómű is. Ja, ilyenkor is már hosszan akarnám nyomni. Jöhet a... Ez egyik féknyereg. Egy csavarra, meg jött a másik is. Jó. Nem csak a... nem 100%-ban csak a...
De 100%-ban csak vagy nem voltam jól, azért nem volt live. Amúgy úgy gondoltam volna tényleg, hogy vasárnap live-olok belőle, és kedden meg rész jön ki. De hát most a vasárnapi live elmaradt. Meg a fülesem is elkezdett most már vacakolni. Nem is maga a füles. Az annyira nem volt vele gond, végig is most sincs vele gond. Csak valamiért a szoftver nem akar beengedni. És a Razer fülhallgatóm van, felesem, headsetem. Bejelentkezés alapján mutatja meg nekünk. És a beállításokat úgy lehet csak bejelentkezés alapján beállítani. És ezáltal nem tudtam beállítani a hangszinteket, meg minden. Várni kellett rá. Minimum 2 napot vártam. Még be se léptem a gépbe. De... Na, ezt befejeztük, költség alatt lesz, úgyhogy kaphatunk most a pénzt. Na, úgyhogy azzal se tudtam beállítani, tehát nem lett volna a jó hangszintem se. De már gondolkozok egy új headset megvételén. Majd ha kapok fizetést akkor munkahelyről, akkor majd veszek egyet, mert kicsit nagyobb ára van, mint amikor ezt a Razert vettem. Jó, megbízás 7-es, azt mondja, mozdul, megállt a sinen és nem mozdul. Úgy tűnik, hogy a villanymotorral van a probléma, el kell vontatni a műhelybe és el kell végezni rajta a javításokat. Na, akkor vontatás jön, akkor menjünk ki a helyszínre. Elhagyom, így van, elhagyjuk. Na, szép kis suhanós vonat. Igen, nem lehetek, több garázsba fogunk tudni szerelni. Úgyhogy majd megnézem azt, hogy szerintem el kell utazni másik 2 garázshoz. Így van, keresd meg az elromlott mozdonyt az A4-ben. Újövőnek már nem hiszünk, hogy most A4. Na. Nem, ezzel akarok már. Mi van? Ja, így húzok a térképet. A4. Nem, mert ide kell jönni. Na, elméletileg most itt vagyunk a dízelbe, de itt lesz majd az elektromos, és itt lesz majd a gőzkocsi. Tehát majd valószínűleg el kell utazni majd oda, vagy nem tudom, meg kell csinálni majd a 25-öt, és csak utána tudunk oda menni, de ezt majd később meglátjuk. De most induljunk el, és itt szépen megfordulunk, és itt jövünk a alsó szinten, és akkor álljunk ide az A4-be. Jó, szerintem induljunk is el. Na, most legalább tudom a pozíciót, hogy merre kell menni. Jó, most átváltjuk a sínt. Igen, most mindegy, hogy merre mutatom, de mármint a merre váltom a pályát. Kicsit lassítsunk, nehogy kiboruljunk itt. Ott látjátok, fent sárgával van valami, úgyhogy ezt nem tudom azok, hogy mi. Minek mutatja. Mert... szerintem nem magát a... vagy merre kell menni. Most egyenesen megyünk, és akkor elméletileg ott a nyugati hegyi állomásra. Mind a kettő azt mutatja, nyugati. Csak hogy balra meg jobbra lehet menni. Jó, ezen még nem kellett váltani. Most miért nem tudok? Nem tudtam váltani. Meg akartam nézni, hogy át tudok-e váltani oda. Igen, még mindig space-szel fékezünk. Ja, itt csak erre fel lehet menni. Hát nem tudom, mi a jelentősége. Most itt is ugyanaz van. Csak egyenesen lehetne menni. De arra fele nem lehetett, mert ott volt a kis vonatunk. Mármint ott volt a másik sínpáron egy vonatszerelvény. Oda nem tudtam eljutni. Jó, itt valószínűleg 1,5 kilométerenként mutatja a kis... állomásokat, hogy picit gyorsíthatunk. Mert már mindjárt ott vagyunk. Most vagyunk az A...
5-be. Itt visszakanyarodunk, és akkor itt ilyentől kezdve nem tudom, hogy hova kell ezt menni. Mert itt több lehetőségünk is van. Picit lelassítunk, és akkor még nézzük, ha áthaláltunk a távolba valamit. Nem látok semmit, úgyhogy menjünk a kiválasztott úton, amit nekünk mutattak. Nem oda kellett volna menni. Jó, akkor tolat, és akkor oda megyünk. Jó, átváltjuk a váltót. De úgy látszik, vizuálisan is. Meg akartam nézni közelebbről, de... majd később. Na most megérkeztünk a vonathoz, amit be kell vontatni. Ja nem, be kell darúzni. Állj meg! Menj csak hátrafele. Mindegy, a daru már ott van, és akkor legalább be tudjuk billenteni. Na, nem eléggé vagyok benne. Ja. Nyomjuk az X-et, de én előrébb szeretnék menni. Ja, így nem lehet. Ó. Oh. Na és akkor... vigyük oda a daru elemet. Melyik is volt ezzel, meg ezzel vittük ki be. Ezzel meg átfordítjuk. Jó. Nagyjából megvan a téma. Jó, megfogtuk. És akkor három eredményt át kell vinni a zöldbe. Ezzel szerintem feljebb emeljük, és akkor legalább egyenesbe beáll. Így már magasságrendben van. Már csak át kell borítani a sínre. Ilyenkor muszáj előrébb nyomlatni. Nem, picit feljebb húzni. Muszáj előrébb hozni a dalut, mert ha itt van, akkor elkezd forogni. És az nekünk nem jó. Ja de, pont az, hogy forgatni kell, mert 180, 177 fokos szögbe kell vinni. Úgy, úgy forogja látfele. Mert meg kell fordítani nekünk a vagont. Kicsit közelebb hozom. Hát, mivel nincs forgatás. De van forgatás. Ott van objektum forgatás. Akkor jó, akkor nem szóltam. Mert így a darul akartam forgatni. Megpróbáljuk, hogy úgy elférjen ott a darus kocsi mögött. És akkor meg lesz mind a három zöldbe. Akkor nekünk már nagyon jó lesz. Nem, ez kintebb. A szög az már jó. Jó, egy kicsit. Na nézzük meg, hogy hol vagyunk. Ja, nem fog beleakadni, jó. Akkor még forgathatjuk. Megelégedjük le. És a zöld-zöld lesz, akkor lerágtuk. Nagyszerű. Na és akkor mehetünk vissza. Merre a legjobb menni? Hát csak simán erre megyünk akkor, így előre. És akkor ott is vissza tudunk menni. Hát távolság ugyanannyi, lehet még erre rövidebb is lesz. Kicsit nyomatok már a sebessége, közben háttérbe tudok menni. Na és akkor majd itt látjuk meg, hogy mikor kell váltani. Most például kell egyet. Nagy tavak keletnek megyünk. Ujjjj. Na kell egy kis
légkürt. Nagy rossz simpályán menjünk. Így van. Szerintem a piros csak azt mutatja szerintem, hogy csak mer kötelező menni. Szerintem emiatt a vagó miatt. Vagy itt a sorba. Van. Na, kitapasztalom én azt, hogy merre. Miért mutatja azt a pirosat. Mi azon a simpályán van valami jármű, ezért arra fel nem tudunk menni, azért volt piros. Csak egy irányba lehet menni. Na, be vagyunk a centrumba, jöttünk lefele. Milyen kis város van itt. Sorompót nem látom, hogy megy lefele. Valószínű, az már régen lement. Na, jó, 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 jó helyre megyünk végig. Akkor nem is kell lassítani. Max itt a kanyarba. Úgy szerintem, hogyha lehetne menni most a másikba is, mint az elektromosba, vagy lehet, hogy akkor már csak a gőz meg az elektromos, csak akkor lehet, ha ezt kivittük, nem tudom pontosan, hogy hogy van. Na hát úgyis csak szép sorba szeretnék menni, először a dízel mozdonyokat, utána vagy a gőz, vagy a elektromos. Na úgyhogy van ebben most már nézés. Train Mechanic Simulator, meg Train Simulator is. További játékba. Vagy a javításba. Na, szépen be is hoztuk. Négy jelzó, vagy négy alkatrész van, amit nem ismerünk, hogy melyik a probléma. 250 funk és villanymotorban keresni kell a hibát. Na, hát akkor gondolom itt a motor. Így van. És akkor itt kell keresnünk négy hibát. Ez egy kicsit más színe van ennek a szelepfedélnek. Hát menjünk ilyen javítgatás, vagy ellenőrzéssel, mert nincs ezzel probléma. És akkor villany motorra. Szerintem én ezt innen leszedjem. Leszedem, és akkor úgy látom, úgy látok alá. Ezt innen leszedem. Így van, na most már kettessel tudjuk ellenőrizgetni. Azt mondja, hogy nem azt akarok visszarakni, hanem hármassal ellenőrizni. Tűz, szekrény, fedél, az mi? Az jó, ez itt micsoda? Üzemanyag vezeték kapcsoló, az is jó. Hát ez inkább már mechanika, hidraulika. Ó, egy ezt a kis pici vezetéket néztem meg. És az alattal adta micsoda? Üzemanyag vezeték kapcsoló. Na, mi látható itt elektronikai hibát írt, nem? Nézzük csak így egyessel. Ú, de elrozsdás ez a rész amúgy. És négy alkatrész, amit ez a vezeték, ez olyan lenne. Rossz. Nem jó pedig. Az is jó. Mit írt? Ja, talán meg a villanymotorban a hibákat. Ja, akkor nem azt írta, hogy... Vagy villanymotor? Biztos, hogy itt kell keresgélni? Ott van lent a izé, hajtómű. Az lenne a probléma? Én nem a motorra gondoltam, hogy az a baj. Nem, itt a hajtómű a baj. Akkor már motorszerelést akartam csinálni. Itt már három megvan. Akkor mi lehet a negyedik?
ez már nem. Még jól nem szedtem szét az egész motort. Mit csatlakozik még hozzá? Az? Az is jó. Mi látható még drozsdásnak? Ott rendben van minden. Igen, valami csak egy picit rozsdás. Villanymotorház. Na mindegy, szedjük le ezt a párat, azt akkor majd meglátjuk. Ehhez le kell szedni ezt. Ehhez le kell szedni ezt, ehhez le kell szedni ezt a villanymotorfedelet. Ahhoz le kell szedni nekünk ezt a forgó részt. Ah, az is 22%. Ja nem, most ez volt 22%-on. Az le kell szedni ezt a rögzítőt. Jó. Utána jöhet. Nem, még mindig ezt kell, ezt kell leszedni. Jó, akkor nem tudom, hogy most mi lesz a negyedik. Vagy ezt már lehet leszedtem, ami ebből kijött, az nem tudom, azt bevizsgáltam-e, vagy nem. Az is úgy tűnt, mintha rozsdás lenne. És akkor meg lenne a négy, de hát mindjárt megnézem. Egy embetű nyomásával fel is dobja a munkalapot. Ja, igen, itt elfelejtettem, hogy rengeteg sok csavar van. De tényleg megcsináltunk egy feladatot. Már lehet, már ott járok, hogy javítani tudom. Vagy ez a tekercselés lenne? Nem, az jó. Forgó rész, az is jó. Na nézzük meg, hogy mit szedtem le. Nem ezt akartam, hanem akkor inventory. Na itt van minden négy alkatrész. Ja, ez a benne lévő dolog volt. Jó, jöhetünk akkor ide a munkapadra. Ez 31%, az egy kérdés. Jó, ez biztos, hogy jó. Valami 100%-osak, azokat megjavítom. Ami 31%-os, azt lehet inkább megvásárolom. Kíváncsi vagyok, ha most adok a skillekre. Nem itt kell megnézni. Semmit kell megnézni, hanem a tabon. Műhely fejlesztése. 5650 van már. Az jó sok. Mi lenne, ha egy csavarhúzást, meg egy hármas szintre emelést. És kíváncsi vagyok, hogy így 66% lett. Na, hát akkor az már több, mint a 31. És sikerült megjavítani. Szerintem érdemes volt a skillekre költeni. Szerintem ez elromlott volna úgy, mint múltkor. Akkor mehet is az összeszerelés. Jó, remélem oda fog ugrani a kamera. Persze, hogy nem. Miért is lenne olyan szerencsém? Nagyon jó. Sok csavarozás. Gyorsabb lett a csavarozás, vagy nem? Én egy picivel sem vettem észre. Úgyhogy szerintem legközelebb se fogok rárakni. Ez volt az első. Majd ha kifejlesztettem már valamit. Tényleg azt most nem is néztem, hogy mennyi összeget kell még fizetni ahhoz, hogy következő fejlesztési szakaszba érjen a mechanikus szerelés. Jó, ez is megvan. Innen nehéz eltalálni, csak ha ráközelítek, akkor annak az a baj, hogy nem abba az irányba visz engem a kamera. Itt nem volt egy rögzítés?
Vagy csak nem jó helyre kattintok. Ja, itt van, jó van. Csak ott nem érzékelte. Hát itt a leggyorsabb csavarozásnál se lesz olyan hűde gyors. Jó, és akkor van még nekünk egy forgattengelyre és záró. És elméletileg megcsináltuk a hajtóművet, vagyis a motor, nem motor, elektromos meghajtást. És akkor innen csak a szelefeledet vettem le? Van az inventoriban valami, nincs semmi, akkor ennyi volt. Akkor itt megcsináltunk mindent, megbízás befejezése. Yes! Szépen kigurul, mi megkapjuk a pénzt. Egy 1000-es kaptunk, mert alacsony volt a költségvetésünk. De tuti, ha megvásároltam volna a hajtóművet, akkor nem kaptunk volna ennyit. Ja. Megérkezett a mozdony, aminek korábban problémát okozott az emelkedő leküzdése. Úgy tűnik, hogy a fő motor hibásodott meg, a mozdony sürgősen meg kell javítani. Na, most már fő motor. Jó van. Nem néztem, hogy hány alkatrész kell. Ja, most fogja mutatni. 4 darab alkatrész. Úgy tűnik, a motor egyes részé sérültek meg, végezte a szükséges javítás $750. Na, az jó. Na, és akkor most már tényleg motor. Így van. Na, most már még jobban rozsdásos ez a vacak. Még 3-as vizsgálat. Aha, na, akkor ez már tuti jó. Szedhető le. És ez? Ez sem, ez jó. Jó, és akkor ezt szétszerelés. Leszedtük. Na, mi rozsdás még? Na, úgy látszik, amit az előbb akartam leszedni, az ilyen hasonló a rozsdás. Jó. Több is, ez is rozsdás, de nem annyira, mint az, amit most mutattam. Igen, ez jó alapotban, ez látszik innen. Akkor már még egy alkatrész, ugyanaz. Ja, na, akkor azt hogy kell leszedni? Akkor előtt a csöveket le kell szedni. Na hát, ha már ehhez közelítettél, akkor ezt szedjük le. És egyesével jönnek le ezek a csövek. Egyszer. Kétszer és... Miért nem megy arrébb a kamera? Megvan. Csak ezt már nem fogom tudni javítani. Szerintem egy ilyen kis dolgokat nem javítok. És akkor remélem megvan minden 4, ugye? Egy szelefedél és egy annyi kapcsoló. Szelefeledet 100%-ra tudjuk megjavítani. Jó, és akkor üzemanyag vezeték kapcsoló. A kapcsoló, akkor gondolom elektromos. Nem. Hát gondolom, hogy nem hidraulikus. Hidraulikus. Az komoly. De mindegy, mert 100%-ban van ez is. Én ezt inkább elektromosnak néztem volna. Üzemanyag vezeték kapcsoló. Na, be is fejeztük a javítgatást. És akkor szerelhetjük össze. Hol a motor? Itt van a motor. Az előző vonatnál is gyanús volt itt nekem ez a... ezért... kopás. Jó. Legalább nem kell sorba venni. Vezetéket utána is át tudom lakni. Jó. Ó, azt tudom, mennyi cső van nálunk. És ez hány százalékos? 92%-os. Az képest elég romatja állapotban nézett ki. Ja,
Épp hogy csak rá lehet kattintani, kis vékony pont. Na még egy kábel, meg egy szelep felé van hátra. Na még arra vagyok kíváncsi amúgy, hogy itt a motor, és a hajtás az hogy adja át a kerekeknek. Itt nem mutatja semmi a... semmiféleképpen. Biztos wifi-s a motor, nem kell az csatlakozása a mi az meghajtáshoz. Na akkor ez is meg lett, alacsony költségvetéssel, megbízás befejezése. Mással a hidraulikai is szerelőasztalra is rakhatnánk valamit, mert most pont ott volt, szereltünk. Na mi mennyibe kerül, meg most hogy állunk? 4850, már 7500 a fejlesztés ennek. Hát rakunk erre két szintet. Előtte most amíg nem foglalkoztunk, már oda is rakunk. Nem akarok pénzbe lemenni, de emléletileg most nem a saját pénzünkből dolgozunk, úgyhogy nyugodtan el lehetne használni az összes pénzt. Na, már ennyi lett volna, köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm szépen, hogy megtekintettétek ezt az epizódot, és akkor csütörtökön jön a következő rész belőle, akkor is várlak titeket szeretettel. Sziasztok! Back then man, didn't wanna jump on the wave. When you hit it, be something you wanna jump on this. Can't take that, no, you ain't safe, I'm jumping.